Zemlényi János a Krisztus király plébánia világi lelkipásztori munkatársa húsvét előtti előadás sorozatában a torinói lepel a római katolikus egyház tulajdonában lévő erekje történetét tárta az érdeklődők elé, amelyben a hagyomány szerint Jézus testének képmása látható, egy 4 méter hosszú lemvásznon kirajzolódva, ahogy a lepelbe helyezték az ideiglenes temetésekor. Jézus kereszthalálának 3. napján Magdolna kiment a sírhoz. Lélekszaladba futotta az apostolokhoz, hogy nincs ott Jézus. Péter és János azonnal mentek megnézni, hogy mi történt. Ezt a foltos leplet találták ott. Magukhoz vették, és elgondolkodtak rajta. A mesterük hányszor beszélt a feltámadásról? A lepel tisztelete a múlt század végéig a hagyományra támaszkodott, de 1898-ban Secondo Pia torinói ügyvéd lefényképezte a leplet, és a fényképek a lepelnek olyan soha nem sejtett tulajdonságait tárták fel, amelyek miatt az elmúlt néhány évtizedben a tudományos érdeklődés középpontjába került. 1898-ban, amikor az első fénykép negatívot készítették róla, akkor kiderült, amikor kicsibe kinagyították, hogy egy férfi teste rajzolódik ki a vásznon előről és hátulról teljes mértékben. Secondo Pia a fotós megdöbbenve látta, hogy 1900 év óta ő az első, aki Jézust megpillanthatja ilyen módon. Zemlényi János előadásaiból a keresztény múlt egy olyan pillanata rajzolódott ki a hívők és a nem hívők számára egyaránt, amely 2 évezred az emberiség számára meghatározó történetére szolgál magyarázattal.